Festmények, illatos díszes gyertyák, horgolt figurák, kerámiák, faragott szobrok és makramék is helyet kaptak a kiállítás darabjai között. Rózsahegyi Ibolya az anyaggazdálkodási osztályon dolgozik, szabad idejében, általában hétvégén fotóz. Az ő képeit is lehet látni a kiállításon. Ez így kikapcsol, nagyon szeretek így ilyen madárlesekbe elmenni, valamikor 10-12 órát kint ülök egy fotós lesbe, szinte mozdulatlanul, és hát várjuk a lehetőséget. A kórházban hagyomány, hogy Semmelweis naphoz kapcsolódva kiállítást rendeznek az ott dolgozók munkáiból, hiszen sokan vannak, akik a munka mellett alkotással töltik az idejüket. Nyakas Eszter hangsúlyozta, az intézmény kötelessége, hogy teret adjon ennek, és a dolgozóik megmutathassák tehetségüket. Az ápolási igazgató arról is beszélt, hogy az alkotás pozitív hatással van a mindennapjaikra is. Ez ki tudja őket úgy kapcsolni, és úgy feltölteni, hogy a nehéz napokat egy kicsit ellensúlyozza, és újra kipihenten, mosolyogva tudja másnap a munkát felvenni. Szerintem ez nagyon fontos, és biztos, hogy elősegíti őket abban, hogy napról napra ők a betegágy mellé tudjanak állni, és kedvesen mosolyogva tudják a betegeket ellátni. A tárlat megnyitóján részt vett Östör Anna Mária is, az egészségügyi és sporttanácsnok az intézményben dolgozók munkáját méltatta. Látszik, hogy ezt is milyen gondossággal, szép munkákat szépen kivitelezve készítenek el. Azt hiszem, hogy ilyen gondossággal fordulnak felénk is, és Semmelweis nap alkalmából szeretném megköszönni minden kórházi dolgozónak azt, hogy törődnek velünk a munkájukat, amit értünk végeznek. A 15 alkotó munkáját július 3-áig hétköznapokon 11 és 14 óra között lehet megtekinteni a kórház kisebédlőjében.